Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Köszöntöm a 24. sportdíj átadó ünnepségünkön dr. Gémesi György polgármester urat, dr. Solti László rektor urat, dr. Nánási Éva címzetes főjegyzőasszonyt, Pece Dániel és Tóth Tibor alpolgármester urakat, Tokai Norbertet, a Gödöllői Sport Közalapítvány kuratóriumának elnökét, valamint a képviselőtestület tagjait és minden megjelent vendéget. Ünnepségünk kezdetén Szita Miklós és a Talamba ütőegyüttes Gödöllő közös szerzeményét Magyar Képek címmel hallhatták és hallhattuk. Most pedig folytatjuk díjátadó ünnepségünket. Felkérem a megjelentek köszöntésére dr. Gémesi György polgármester urat és dr. Solti László rektor urat. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ígérem, nem leszek hosszú. Nem először vagyok itt ezen a sportdíj átadó ünnepségen, bár az is igaz, hogy tévedésből a polgármesteri hivatalba mentem, mert az elmúlt években mindig ott volt, úgyhogy ezért kis híján lekéstem. De ha csak tehetem, el szoktam jönni, és teszem ezt azért, mert úgy gondolom, hogy a sport nagyon fontos mindannyiunk életébe, és nem szeretném elmondani azt, amit az előző években már elmondtam, hogy épp testben, épp lélek, és úgy gondolom, hogy nekünk az egyetemi ifjúság felé is mindenképpen azt az üzenetet kell továbbítanunk, hogy jó, ha tanulnak, de azért arra is gondoljanak, hogy az ember csak akkor lehet egész, hogyha a test és a lélek harmóniája megvan, és ehhez feltétlenül kell a sport. Én magam is mindig elmondom, hogy most már azért nem vagyok 20 éves sajnos, meg 60 se, az is sajnos, de ami fizikálisan, mentálisan a rendelkezésemre áll, azt mind a 10 és 20 éves korom közötti sportolásnak köszönhetem. Tehát ezt a fiataloknak üzenem, hogy ők most nagyon szépek, gyönyörűek, fiatalok, ha nem csinálnak semmit, akkor is azok, de hogy azok is maradjanak, ehhez kell a sport. Befejezésül talán csak annyit mondanék, még ehhez az egyébként sokszor elmondott gondolathoz, hogy ma délelőtt sajnos egy olyan összdolgozó értekezletet voltam kénytelen tartani, ahol arról kellett az egyetem közvéleményét tájékoztatnom, hogy milyen megvonások vezettek bennünket oda, hogy a 2012-es tanévben vagy évben megkezdett leépítések után újabb közel 300 embert kell elküldjünk anyagi okok miatt, és hát ennél utálatosabb és nem kevésbé szeretett feladatot egy vezető nem tud elképzelni. És azt is elmondtam, hogy amennyire lehet, ezt igyekszünk úgy humánusan megoldani, hogy nyilván akik nyugdíjkorúak, és nem fenyegeti őket egzisztenciálisan, elsősorban azokkal próbáljuk ezt a szükséges lépést megoldani, de kitörési pontokra van az egyetemeknek szükségük. És nekünk nyilván a szakmai kitörési pontunk mellett ezt sem most határoztuk el, hanem korábban a sport az egyik kitörési pontunk. És ezért indítottuk el 2 évvel ezelőtt a Tanulj Sportolj programot, ami hála Istennek elég jó visszhangra talált, nem csak itt az egyetemen belül, hanem az egyetemen kívül is. Sőt, olyan támogatókra is leltünk, akik emögé hajlandók és képesek is beállni. Tehát summa summarum, én továbbra is azt mondom, hogy nekünk, mint egyetemnek elengedhetetlenül szükséges az, hogy a szakmai ismereteken túl egyrészt a sporttal is foglalkozzunk, amit nem említettem, a kultúrával, a nyelvtanulással és minden egyébbel, mert a mi feladatunk nem szakbarbárok képzése, hanem olyan értelmiségieké, akik ezekben mind valamelyest otthon vannak, és természetesen a szakmájukban abszolút profik. Hát ennyit gondoltam, és akkor legfeljebb még hozzátéve annyit, hogy a városnak nyilván megvan a saját sportkoncepciója és elképzelése, ami értelemszerűen pont ugyanaz, mint a miénk, hiszen mi hallgatókkal dolgozunk, a városnak pedig a város összes polgárával kell foglalkozni, a fenntartónk se ugyanaz, tehát nagyon sok különbség van egy egyetemi sportkoncepció, meg egy városi sportkoncepció között, de ezek valahol találkozhatnak, és találkozniuk is kell. És mi a polgármester úrral néhány héttel ezelőtt leültünk és megvitattuk egyenként, hogy milyen pontokon tud a mi két egyébként eltérő koncepciónk úgy találkozni, hogy az egyetemnek az elképzelése ne zavarják a városét, és megfordítva, hanem próbáljuk meg azt összerakni, ami közös és ahol
tényleg szinergiák vannak. Én ennyit gondoltam bevezetőként, és hát látom, hogy sok díj van, úgyhogy nem is szaporítom a szót tovább. Köszönöm szépen. Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Köszönöm rektor úr azt, hogy eljöttél, és itt vagy velünk mindig, ezzel is demonstráljuk azt az együttműködést, amit most néhány hete újra gondoltva végigbeszéltük, és megkerestük, és találtuk a közös felületeket, van is mit tenni ennek kapcsán a fejlesztések területén, és bízom benne, hogy az együtt erősebbek vagyunk, el fog érvényesülni itt is. Gyönyörűek a díjak, és gyönyörűek az eredmények. Ez a második gondolatom. Köszönöm mindenkinek a munkáját. Itt ebben a teremben most azok ülnek, akik a gödöllői sport, vagy a térségi sport zászlóvivői, zászlós hajói. Azért a statisztikák elég szomorúak még itt ebben a térségben is, hiszen jól tudjuk azt, hogy a fiatalok 6 és 18 év között 6%-uk, a fiataloknak 6%-a sporttól versenyszerűen. Most azok vannak itt ebben a teremben, hál' Istennek megtöltöttétek a teret, és ez nagyon jó. És azért még mindig az országos átlag a 65-70% azoknak, az országos átlag a 65-70% abban a tekintetben, hogy gyakorlatilag ennyi gyermek csak kétszer hetente sportol. Ebben az esztendőben elindult a mindennapos testnevelés országos szinten is, de hát az még messze van attól, hogy az olyan szakmai szinten tudjon működni, hogy valóban mindennapos testnevelésnek és nem mindennapos testmozgásnak hívjuk. De hát reméljük, hogy ebből azért majd kinő egy olyan dolog, hogy az arányok meg fognak fordulni, és 60-70%-a fog a fiataloknak rendszeresen sportolni. Nekünk az a nagyon fontos küldetésünk, hogy az, amit mi csinálunk, amit csináltok, az ott legyen a többiek előtt pozitív példaként. Azok a versenyzők, akik eredményt érnek el, vagy eredményt értek el, akár egészen eljutottak az olimpiáig, hiszen ebben az esztendőben hárman voltak gödöllőiek, gödöllői kötődésiek az olimpián, azok példaképként legyenek ott a fiatalok előtt, és a ti mindennapi sport munkátok is ott legyen előttük, hogy van értelme csinálni, és nem feltétlen lesz mindenki ott az olimpián, hiszen azért az elég korlátozott, de ha láttátok az előbbi Talamba együttest, akik kiválóan játszanak, ott vannak már a nemzetközi porondok, akkor mindegyikük hetente sportol. Én szoktam velük sokat focizni, és ez azt jelenti, hogy lehet egész kiváló eredményt elérni a kultúra területén, vagy Benedek Krisztina, aki itt van, ő is rendszeresen sportolt és mozog, és hát azt gondolom, hogy az is látszik rajta, hogy jó karban van. Tehát nem... Szerényen mosolyog, de hát az azt jelenti, de mondhatnám a rektor úrról is, akkor tudom, hogy hetente kétszer vízilabdázik a vízilabda öreg fiúba. És azért nem akármilyen pálya van mögötte, és még bízunk benne, hogy előtte is. Tehát azt szeretném ezzel hangsúlyozni, hogy fontos az, hogy mindenki a saját lehetőségei szerint, akár az egyetem, akár a város, megtalálva a közös felületet, egy ilyen kis közösségben igyekezzünk ezt a közös értéket megóvni, ápolni, és egyre inkább szélesíteni. A város mindennapos testnevelési programja 2 esztendővel ezelőtt indult. Bízom benne, hogy 5-8-10 év múlva olyan hatása lesz, amit szeretnénk a százalékok megfordulásánál is majd regisztrálni, vagy a tekintetben, hogy kevesebb lesz a betegség, az, hogy az a korosztály, aki nem kis terhelésnek van kitéve, sokkal jobban, morálisan, mentálisan, sokkal jobban tud a kihívásoknak megfelelni. Ez nagyon-nagyon fontos dolog. Ennek megfelelően egy sportkoncepció mentén létesítményfejlesztés valósul és valósult meg az elmúlt időszakban. Most ebben az esztendőben a testület döntött tegnap arról, hogy mind a Petőfi iskola tornatermének bővítése fogja az iskolai testnevelés feltételeit és a versenysport feltételeit szolgálni, vagy a Táncsics Mihályi sporttelep újabb műfüves pályájának építése ad lehetőséget arra, hogy minél többen legyenek ott a jó levegőn és mozogjanak a fiatalok. Persze ezt lehetővé tette az a új típusú támogatási rendszer, amit TAU-nak nevezünk, ami adókedvezmény formájában biztosítja a forrásokat, és végül egy nagy kihívás van mindkét intézmény előtt, az úgynevezett vizes blokk elkészítése, és bízom benne, hogy a városi úszoda, az egyetemi úszoda párhuzamosan fog létesülni, meg lesz a feltétel annak, hogy mind a kettő menjen, ebben erősíteni fogjuk egymást, hiszen már most azt mondom, hogy a kettő is lehet, hogy kevés lesz arra, hogyha ezt a növekvő sport
igényt, sportolási igényt ki szeretnék elégíteni, akkor ezen a területen is meg tudjuk tenni. Gratulálok még egyszer az eredményekhez, amik egyébként az elmúlt hetekben is figyelemmel kísérve csak gazdagodtak, de ez majd a jövő évi eredményességi díjátadón kerül majd megfogalmazásra. Önmagukért beszélnek a díjak, nagy szeretettel fogjuk szerintem átadni. Köszönet, gratuláció és további jó munkát kívánunk! Engedjenek meg egy személyes mondatot, köszönöm szépen, polgármester úr, és annak idején én is ültem ilyen díjátadon, és akkor nem gondoltam volna, hogy egyszer majd konferálni fogok. Hagyományainak megfelelően először a GEAC aranykoszorús jelvényeinek átadása következik. A GEAC aranykoszorús jelvény adományozásának feltételei. A sport bármely területén tartósan és példamutatóan végzett munka és a vele járó teljesítmény, mely előbbre vitte az egyetemi klub eredményességét, öregbítette hírnevét. Ők ennek mindannyian maximálisan megfeleltek. Kérem, hogy a kitüntetett sportolók szólításuk sorrendjében fáradjanak ki és vegyék át a díjat. Felkérem dr. Solti László rektor urat, a Szent István Egyetem rektorát a díjak átadására. A GEAC aranykoszorús jelvényét kapják Pápai Miklós, atlétikai szakosztály, szülő. Cukker László, asztali tenisz szakosztály, edzőjátékos. Kozma Imre, kosárlabda szakosztály, második évfolyamos MKK hallgató. Szabó Gergely, kézilabda szakosztály, fiúcsapat, negyedik évfolyamos gépész hallgató. Petrányi Krisztina, kézilabda szakosztály, lánycsapat, negyedik évfolyamos MKK hallgató. Angyal Zoltán, labdarúgó szakosztály, ötödik évfolyamos MKK hallgató. Gémesi Bence vívó szakosztály, ötödik évfolyamos pszichológus hallgató. Mravcsik Zoltán testépítő szekció, első évfolyamos MKK hallgató. Komjáti László, hallgatói önkormányzat részéről, második évfolyamos MKKM SC-s hallgató. A következő percekben az elmúlt év legjobb sportolóit köszöntjük. Felkérem Tokai Norbert urat, Gödöllői Sport Közalapítvány kuratóriumának elnökét, adja át a díjakat a kitüntetetteknek.
Felnőtt kategóriákban főszempontként tekintette a kuratórium és a sportszövetség az egyesületekhez, szakosztályokhoz kiküldött levélben megfogalmazottakat, mely szerint 18 évesnél nem fiatalabb életkorú sportolónak a felnőtt vagy a junior korosztályos versenyeken, bajnokságon elért 2012. évi kiemelkedő eredményeit, válogatottságait veszi elsődlegesen figyelembe. Az év sportolója felnőtt egyéni kategóriában harmadik díjat kapnak megosztva. Benkó Réka és Rusovszki Gábor. Benkó Réka, a GEAC vívó szakosztály sportolója kart fegyvernemben, edzője Bokor Gergely és Navarette József, eredményei felnőtt magyar bajnok, első helyezett. Rusovszki Gábor, a GSK terepsport szakosztályának hegyi kerékpárosa, eredményei MTB maraton magyar bajnok első hely, MTB maratonkupa összetett első helyezett, 4 győzelemmel, 1 második helyezéssel. Salzkammergut MTB Tropi C második hely, Buda maraton első hely, Transgermany 11. hely, MTB top maraton sorozat összetett első helyezett. Az év sportolója felnőtt egyéni kategóriában második díjat Bontovics Babett kapja. Bontovics Babett 1985. április 20-án született, és a Gödöllői Tékvandó Sportegyesület versenyzője. Edzője Ceba Mihály. Eredményei: lengyelországi Európa-bajnokság 2 arany és 1 ezüst, horvátországi világkupa, ITTAF 1 arany, szlovákiai nemzetközi kupa 1 arany, bosznia-hercegovinai nemzetközi kupa 1 arany és 1 ezüst, szerbiai nemzetközi kupa 1 arany, magyarországi nemzetközi kupa 1 arany, bulgáriai Európa-bajnokság 5. és 8. helyezés törött kézzel, egyéni országos bajnokság 2 arany. Gratulálok szeretettel! Az év sportolója felnőtt egyéni kategóriában első díjat kap Deák Nagy Marcell. Felkérem Benkő Ákos urat, fáradjon ki a színpadra és vegye át Deák Nagy Marcell helyett a díjat. Közben elmondom róla, hogy 1992-ben született, a GEAC atlétika szakosztályának sportolója, edzője Benkő Ákos. Eredményei: Helsinki Európa-bajnokság 400 méter síkfutásban második helyezett, erősítette a magyar válogatottat az Európa-kupában, megvédte hazai bajnoki címét, résztvevője volt a londoni olimpiának, és Benkő Ákos pedig szeretne valamit mondani, hogy miért nincs itt Deák Nagy Marcell. Hát egy kis huncutság van az ügyben, ugyanis Marcinak van egy rekreációs rövid tábora, de ezt nekem is csak az utolsó pillanatban jelentette be. Nyilvánvaló elég jó a kapcsolatunk ahhoz, hogy hozzátegye, hogy Ákos bá, tessék szíves lenni ezt nekem valahogy elintézni. Megpróbáltam. Az év sportolója utánpótlás egyéni kategóriában harmadik díjat kapnak Szekeres Eszter és Habermann Attila. Szekeres Eszter 1995-ben született, a Vuelta Sportegyesület gimnasztika szakosztályának sportolója, edzője Ladányi Beatrix. Eredményei: felnőtt B kategória országos bajnokság egyéni összetett második hely, felnőtt B kategória országos bajnokság egyéni csapat első hely, felnőtt B kategória országos bajnokság együttes kéziszer csapat első hely. Habermann Attila 1996. március 8-án született, edzője Kókai Zsolt. Eredményei: országos bajnokság első hely, országos diákolimpia első hely. Gratulálunk szeretettel! Az év sportolója utánpótlás egyéni kategóriában második díjat kapnak Horváth Fruzsina és Fellegi Norbert.
Horváth Fruzsina 1995-ben született, és a Gödöllői Tékvandó Sportegyesület versenyzője, edzője Ceba Mihály. Eredményei: horvátországi világkupa ITTAF, 2 ezüst, szlovákiai nemzetközi kupa, 2 ezüst, szerbiai nemzetközi kupa, 1 bronz, magyarországi nemzetközi kupa, 1 arany és 1 bronz. Egyéni országos bajnokság, 1 arany és 1 ezüst. Fellegi Norbert, bár már lement a színpadról, de elmondom utólag, 1995-ben született, a GSK-ban nevelkedett asztali teniszező, edzője Monostori Péter. Felnőtt bajnokságban versenyez, 81,25%-os győzelmi eredményességgel, ez egy nagyon pontos kimutatás, úgy látom. Felnőtt 50-es ranglista, 6. helyezettje, gratulálunk! Engedjenek meg egy kis lélegzetvételnyi szünetet. Én atléta voltam, maratoni futó és távgyalogló, és olyan sok különleges szó van itt, hogy nagyon kell koncentrálnom ezt a sok ITTAF és egyéb ilyen különleges rövidítéseket, de nagyon igyekszem. Az év sportolója utánpótlás egyéni kategóriában 1. díjat kap Valkai Ferenc. Na most ő versenyen van Padovában, ezért a díjat átveszi helyette Gémesi Bence, és amíg Gémesi Bence kifárad, addig elmondom Valkai Ferencről, hogy 1992-ben született, a GEAC vívó szakosztályának versenyzője. Edzői Bokor Gergely és Kuruc Balázs. Eredményei: moszkvai junior világbajnokság egyéni 8. helyezett, moszkvai junior világbajnokság csapatban 1. helyezett. Na, hogy ezt most jól mondom el, segítsenek, Poreci, vagy Porecsi, vagy Poreki. Poreci junior Európa bajnokság csapatban 2. helyezett. Gratulálunk neki. És remélem, hogy Padovában sikeresen versenyez, ha versenyezni van, és nem éppen pihenni. Az év sportolója felnőtt csapatjátékos kategóriában 3. díjat kap, Sós Alexandra. Sós Alexandra a Gödöllői Bocskai Sportegyesület kosárlabdázója, edzői Iski Zsolt és Mácsai Tamás. Eredményei: Pest megye bajnoka, Budapest bajnoka, Budapest 3 pontos mezőnyben 1. helyezett 150 sportoló között. Gratulálunk! Az év sportolója felnőtt csapatjátékos kategóriában 2. díjat kap, Füleki Erik. Füleki Erik a Gödöllői Ördögök Rögbi Sportegyesület játékosa, edzője Kollett Gregoire. Eredményei: MB2 országos magyar bajnok 1. helyezett, MEFS magyar bajnok 1. helyezett, csehországi EB U20-as magyar nemzeti rögbi válogatott 4. helyezett, franciaországi VB magyar egyetemi nemzeti válogatott 16. helyezett. Gratulálok! Az év sportolója felnőtt csapatjátékos kategóriában 1. díjat kap, Szakmári Gréta. Szakmári Gréta a Gödöllői Röplabda Klub játékosa, a felnőtt magyar válogatott tagja. Edzője Ludvig Zsolt. Eredményei: NB1-ben 2. helyezett, Magyar Kupában 3. helyezett. Gratulálunk! Az év sportolója utánpótlás csapatjátékos kategóriában 3. díjat kapnak, Háfra Dominika és Varga Dorottya. Háfra Dominika a Gödöllői Röplabda Klub legfiatalabb játékosa. Edzője Ludvig Zsolt. Eredményei: NB1-ben 2. helyezett, Magyar Kupában 3. helyezett. Varga Dorottya a Gödöllői Bocskai Sportegyesület kosárlabdázója, edzői Iski Zsolt és Mácsai Tamás. Eredményei: Pest megye bajnoka, Budapest felnőtt bajnok csapattagja. Gratulálunk! Az év sportolója utánpótlás csapatjátékos kategóriában 2. díjat kap, Szalai Mátyás. Szalai Mátyás a Gödöllői Ördögök Rögbi Sportegyesület játékosa, edzője Kollett Gregoire. Eredményei: MB2 országos magyar bajnok 1. helyezett, lengyelországi EB U17-es magyar nemzeti rögbi válogatott 3. helyezett. Gratulálunk!
Az év sportolója utánpótlás csapatjátékos kategóriában első díjat kap Dékány József. Dékány József 1997-ben született. Edzői Keserű László és Meló Dávid. A Gödöllői Sportklub labdarúgó szakosztályának játékosa. Az U15-ös csapat kapitánya, tagja az U19-es csapatnak 16 évesen. A Pest megyei válogatott tagja. Az U15-ös futszal csapattal országos bajnokságot nyert. Gratulálunk szeretettel! Idén először a kuratórium veterán kategóriában külön díjat adományoz Kis Györgynek. Kis György 1947-ben született, a Kirchhoffer Sportegyesület veterán atlétája. Eredményei: veterán fedett pályás országos bajnokság 5 kilométeren első helyezett, veterán szlovákiai országos bajnokság 5 kilométeren második helyezett, veterán országos bajnokság 5 kilométeren első helyezett, a 2012. évi veterán Európa bajnokságon 5 kilométeren 10. helyezett és 20 kilométeren 5. helyezett, gyalogló Budapest bajnokság második helyezett. Gratulálok szeretettel! Az előző kategóriák díjazottjai után elismerésben részesítjük az alábbi sportolókat. Fibec Alexandra, Vuelta Sportegyesület. Bátori Csaba, Gödöllői Kézilabda Sportklub. Kaptúr Éva, Geac Atlétikai Szakosztály. Nem akarok sokat viccelni, mert lehet, hogy nem nézi mindenki jó szemmel, de nem tudom, mekkora ez a táv, és le lehet nem érni, hogy 50 méteren vagy 100 méteren hány másodperc alatt érnek ki a versenyzők, és lehetne versenyezni itt a díjátadó végéig. De következzen most Barcsai Zsombor, Geac Atlétikai Szakosztály. Gémesi Csanád, Geac Vívó szakosztály, a díjat helyette Gémesi Bence veszi át. Kecskés Balázs, Fujinaga Karate Do Sportegyesület. Most pedig újra zenél a Talamba ütőegyüttes Gödöllő. Grünwald Lászlóval készült közös szerzeményüket hallhatjuk Tahiti Ritmus Tanulmányok címmel. Hallgassák szeretettel!
Na és akkor most jöttök ti. Figyelünk nagyon. Míg a talamba ütő együttes elpakolja hangszereket, engedjék meg, hogy elmondjam, hogy ez a fantasztikus szurkolói hangulat annak idején, amikor én válogatott atléta voltam, akkor a lányok Szalma Lászlónak
doboltak és tapsoltak így, amikor neki futott a homokkal teli gödörnek, és tudom, hogy én is ott csápoltam, és tapsoltam, és ugráltam. Tehát azt hiszem, hogy ez minden sportoló álma, hogy ilyen szurkolói hangulat vegye őt körbe, mert óriási inspiráció annak, aki szívvel lélekkel készül a versenyekre, és ott abban a pillanatban a legjobb teljesítményt kell nyújtania. De szerintem lehet, hogy ki lehet őket bérelni. Nos, folytatjuk a diátadót. Felkérem dr. Gémesi György polgármester urat és Szűcs Lajos olimpiai bajnok labdarúgót a következő három díj átadására. A kuratórium és a szövetség elnöksége a tavalyi évben tanítványai által elért eredmények alapján az év egyéni edzőjének Ceba Mihály edzőt választotta. Misi, megkérlek, hogy maradj itt fönt, amíg elsorolom ezt a csodálatos lajstromot, ezt most végig kell itt a színpadon hallgatni. Tehát Ceba Mihály, a Magyarországi Tradicionális ETF Szövetség alapítója és elnöke, a Nemzetközi Tékvandó Szövetség Magyarországi kizárólagos képviselője, a Nemzeti Válogatott vezetője és a Gödöllői Tékvandó Sportegyesület elnöke, valamint vezető edzője. 1985-ben kezdett tékvandozni. 1980-2008 között folyamatosan szerzi fekete öveit. 2003-ban sportoktató, testépítés, fitness sportákban szakképesítést, OKÉ-t szakképesítést szerez. 2008-ban nemzetközi instruktori és A-kategóriás bírói vizsgákat tesz le Bécsben. Legjobb versenyzői eredményét a 2011-es ITTAF világbajnokság harcművészeti versenyén szerzi meg aranyérem. 2002-től kezd ívelni edzői karrierje, ugyanis a nemzetközi versenyekről lehet az Európa vagy világbajnokság jobbnál jobb helyezésekkel térnek haza. Összesen 6 első helyezéssel, 10 második helyezéssel és 12 harmadik helyezéssel, gondolom a tanítványai. 2012-es edzői eredményei többek között nemzetközi kupák, valamint euróbajnokságok és világkupák folyamatos megnyerése. A csapatai a csapatok közötti eredményességi listán az első helyeket szerzik meg. 2012-ben az országos bajnokság gyermekserdülő, ifi felnőtt veterán kategóriáiban a sportegyesület 37 versenyzője versenyzett, és mindannyian kiemelkedő helyezéseket értek el. Nemzetközi edzői eredményei többek között az országok Lengyelország, Horvátország, Észtország, Olaszország, Szlovénia, Románia, Finnország és Csehországban rendezett világ- és Európa bajnokságokon szerzett dobogós helyezései. Gratulálunk szeretettel! A kuratórium és a szövetség elnöksége a tavalyi évben elért eredmények alapján az év csapat edzőjének Bartos Gábor edzőt választotta. Bartos Gábor 12 évesen kezdett kézilabdázni gyerekkori lakóhelyén. A 90-es években Gödöllőre igazol, ahol az MB2-es csapat irányítójaként megnyeri a bajnokságot. A 93-94-es, valamint a 94-95-ös bajnokságban NB1-ben Szabó István, Patyi bácsi edzői tevékenysége mellett NB1 per B harmadik helyezést ér el. 2005 óta edző Gödöllőn a férfi felnőtt csapatnál. A Gödöllői Kézilabda Klubbal kétszer megnyeri a Pest megyei bajnokságot, valamint Pest megye szuperbajnokságát, majd 2011-12-es évben a csapattal megnyeri az NB2-es keleti csoportját, és ezzel feljutatja a csapatot az NB1 per B-s bajnokságba. Gratulálunk! A sportkuratórium és a szövetség elnöksége a javaslatokat áttanulmányozva úgy döntött, hogy ebben az évben Gödöllő sportjáért díjat Ádám Istvánnak ítéli oda.
Ádám István 1946-ban született Gödöllőn. Már gyermekkorában elkötelezte magát a sport iránt. A gödöllői általános iskolában tagja volt a labdarúgó, a kézilabda és a röplabda csapatnak, amely Lencsés Rezső testnevelő tanár vezetésével országos úttörő olimpiát nyert. Röplabda pályafutását a Török Ignác gimnáziumban folytatta. 1967-ig igazolt játékosa volt a gödöllői Ganz Vasa sportkörnek. 1969 és 1973 között a gödöllői járási kézilabda bajnokságot szervezte. 1974-ben Gödöllő részt vett a városi kispályás labdarúgó bajnokság szervezésében. Ezt követően 1975 és 1980 között a városi ifjúsági szervezet sportfelelőseként tömegsportversenyeket, spartakiádokat szervezett Gödöllőn. 1980 és 85 között a Gödöllői Sportklub ügyvezető elnöke volt. Az ő kezdeményezésére került megalakításra az Egyesület női röplabda szakosztálya kizárólag gödöllői diáklányokból. A röplabda csapat felkerült az MB2-be. A Damjanics János általános iskolában szervezett gyermekcsoportoknak edzéseket, és a Madács Imre szakmunkás képzőben is létrehozott egy lány röplabda szakosztályt, amelynek 8 évig tartott edzéseket. 1990-ben a női röplabda szakosztály kivált a Gödöllői Sportklubból, és önálló egyesületként működött tovább, melynek elnökségi tagja lett. A bajnoki röplabda mérkőzéseken évek óta biztosítja a hangosítást. Nem csak a röplabda klubot segíti, hanem más gödöllői sportegyesületeket is. Bármikor számíthattak rá a versenyeik lebonyolításában. Gratulálunk szeretettel! A Gödöllői Szövetség a sportért két sportvezetőnek ítél oda külön díjat, munkájuk elismeréseként. Felkérem Pece Dániel és Tóth Tibor alpolgármester urakat, adják át a díjakat. A díjazottak Szabados István és Tóth Tibor. Szabados István edző, a röplabda utánpótlás motorja. A testnevelési egyetem elvégzése után 2006-ban került a Gödöllő Röplabda Klubhoz. Jelenleg a Hajós Alfréd általános iskola testnevelő tanára. Gödöllőre kerülése után azonnal bekapcsolódott a GRC utánpótlás nevelő munkájába. Szakedzői képesítéssel rendelkezik. Mivel nem csak jó szakember, hanem jó pedagógus is, így egyre több kislánnyal szeretteti meg a röplabdázást. Jelenleg több mint 100 fő utánpótláskorú kislány röpizik Gödöllőn. A játékosok korosztályok szerint összesen 4 csoportban heti 3-4 edzésen vesznek részt. Az utánpótlás részt vesz a Magyar Röplabda Szövetség által szervezett junior, ifjúsági serdülő, gyermek és mini bajnokságban. Ezen kívül neveztek a Budapest bajnokságba, valamint a Pest megyei bajnokságba is. Nyáron kislány tanítványai strandröplabdázásra járnak. A Gödöllő Sportszövetség megbízásából a városi mindennapos testnevelési programban is részt vesz testnevelési foglalkozások tartásával. Tóth Tibor. Tóth Tibor 1992-től a Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokságban szervezői feladatokat lát el. Azóta elnökségi tag és a felügyelőbizottságban is munkálkodik. 2002-től a Montág Imre Általános Iskolában a sportmunkaközösség vezetője. Feladatai közé tartozik a Fogyatékosok Pest megyei sportszövetségei, valamint a Més Parasportszövetség és a Speciális Olimpia versenyeinek megszervezése és azokon való részvétel. 2008-tól a Fogyatékosok Pest megyei sportszövetségének az elnöke. Feladata a megyében a sérült gyermekeknek a diákolimpiai és szabadidősportos versenyek megszervezése és lebonyolítása. A versenyekre, valamint sporteseményekre a források előteremtése, pályázatok írása. A szövetség működtetése, kapcsolattartás a FONESZ-szel, a FODISZ-szal, valamint a MOB-bal. Az országos versenyekre Pest megye legjobbjainak eljuttatása és a részvételükhöz szükséges anyagi részbiztosítása. 2011-től a Gödöllői Szövetség a Sportér Diák Sportbizottságának elnöke. Itt feladata a diákolimpiai versenyek szervezése, lebonyolítása és koordinálása, valamint a kapcsolattartás a városi iskolák igazgatóival és testnevelőivel. Gratulálunk mind a kettőjüknek!
Ismételten felkérem dr. Gémesi György polgármester urat, hogy a Gödöllői Sportközalapítványban dolgozó négy leköszönő kurátornak munkájuk elismeréseként adja át a külön díjakat. A díjazottak Farkas Balázs, Köles László, Mácsai Tamás és Szabó István. Köles László nem tud részt venni a díjátadón, de azért őt is fogom méltatni. Farkas Balázsral kezdem, és tanár úr, ha megengeded, elmesélem, hogy te voltál a gimnáziumban a testnevelő tanárom. És mindig duplán mindent le kellett futnom, de nagyon-nagyon szerettem, tehát kiváló tanárom volt. És 1947-ben született Magyaródon, főiskolai tanulmányait orosz testnevelés szakon végezte. Kézilabdát és atlétikát oktatott, játszott az MB2-es kézilabda csapatban, valamint atlétikai versenyeken is indult. Az 1960-as és 70-es években a sportéletben jelentős szerepeket vállalt. A pedagógus pályán 1966-tól dolgozik. Gödöllőre 1982-ben került, abban az iskolában folytatta tanári munkáját, ahol diák volt, vagyis a Török Ignác gimnáziumban. Az 1980-as moszkvai olimpián is részt vett, mint néző. Ez most... ez egy vicc. Még szerencsé, hogy és mint tolmács, igen, ez nincs ideírva, de akkor ezt most már tudjuk rólad. Ezekben az időkben részletesen elemezte a diáksportot, nagyra becsüli az amatőr sportot. Véleménye szerint ma több igazolt sportoló van, de a fiatalok összességében sokkal kevesebbet mozognak, egészségtelenebb életmódot folytatnak. Kiválóan felkészült pedagógus. Az iskola tanulóiból szervezett kézilabda csapatával több megyei és országos versenyen ért el kiemelkedő eredményt. Emberi magatartása, a gyermek szeretete, kollégái és a szülők körében elismerést vált ki. 2000-ben Gödöllőváros önkormányzata gyermekeiért, ifjúságáért díjat adományozott neki, elismerve eredményes, példaértékű, nevelő-oktató munkáját. Köles László, ő tehát nincs itt a rendezvényen, 1947-ben született. Iskolai tanulmányai után automatizálási mérnökként a MÁV RT-hez került. Hosszú évek óta tevékenykedik a sport különböző területein játékosként, edzőként és sportvezetőként egyaránt. A mai napig rendszeresen sportol. 1998-tól 2000-ig, valamint 2006-tól 2010-ig az Önkormányzat Sportbizottságának elnöke, és ebben az időben a Kertváros önkormányzati képviselőjeként a képviselőtestület tagja. Sokat munkálkodott a kerékpáros közlekedés fejlesztésének érdekében. Hatalmas szívügye a sport, a szabadidő egészséges eltöltésének elősegítése, a sporttámogatások növelése a versenysportban és az iskolai sportban egyaránt. Mácsai Tamás. 1982-től 86 között, bocsánat, ezt most másképp fogalmazom, tehát 1982-86 között a Karikás Frigyes Általános Iskolában Pálos Andrással testnevelés tagozatot indított, és ugyanitt tornaedző is ebben az időben. 1986 és 88 között a GSC kézilabda edzője volt. A kosárlabda csapatot a Diákolimpia elődöntőjéig juttatja. Óvodásoknak indított tornaszakkört. Edzi az atléta csapat alsó tagozatát, akikkel a megyei döntőig jutott. 1988 és 92 között az Erkel Ferenc Általános Iskolában kosárlabda edzés szervezett, mint fiúknak és lányoknak egyaránt. A csapatok a megyei döntőig jutottak. Bekapcsolódik a futalapítvány programjába és úszást kezd oktatni. 93-tól a Református Líceumban dolgozik. Minden évben bejuttatja a kosárlabdázók 4., 5. és 6. korcsoportját az elődöntőbe. Az atlétika országos döntőben a Diákolimpia keretein belül a 2. helyezést szerzik meg 3x600-as váltóban. A református kupákban a 4. korcsoporttal 3-szor szereznek első helyet, a többi versenyben a 2. helyen végeznek.
Többszörös Pest megye bajnokcsapat edzője, junior és felnőtt kategóriákban egyaránt. 2006 és 12 között a kétszeres Budapest bajnokcsapat edzője. Ebben az időben a kuratóriumunk elnöke. Szabó István, a Szent István Egyetem testnevelő tanára, kézilabda mesteredző. Jelenleg is a testnevelési tanszék dolgozója. Nem csak játékosként, hanem edzőként is sokat tett a magyar kézilabdáért, a női kézilabda válogatott edzője volt. Ma is aktívan dolgozik a gödöllői sportolók eredményességéért. Egész edzői tevékenységére jellemző, hogy nagy szeretettel foglalkozik kicsikkel és nagyokkal egyaránt. Foglalkozásait mindig szívesen látogatják. Patyi bácsinak nem csak Gödöllő városa köszönhet sokan, hanem a GHC Egyesület is. Alapító tagja a Gödöllői Sport Közalapítványnak, és bízunk benne, hogy egészsége még sokáig megengedi, hogy a gödöllői sportban tevékenykedjen. Gratulálunk mindannyiuknak nagy-nagy szeretettel! Most a 16 év alatti országos bajnokságot nyert sportolók díjazása következik. Felkérem Pelyhe József, sportügyi tanácsnokot, adja át a díjakat. Kérem, hogy a kitüntetett sportolók szólításuk sorrendjében fáradjanak ki és vegyék át a díjat, valamint ők is maradjanak majd a színpadon és várják meg egymást. Szövetségi országos egyéni bajnokságot nyertek, illetve dobogós helyen végeztek. A GEAC atlétikai szakosztályának serdülő korosztályú sportolói. Ajkler Eszter. Györe Fanni. Jenes Zoltán. Kapitány Márton. Kerekes Marcell. Kockás Dóra. Kovács Emma, Kriszt Katalin, Oké Olufemi, Prima Balázs, Simonváros Csanád, és végül Skribek Mátyás. Szeretettel gratulálunk a GEAC atlétikai szakosztályának serdülő korosztályú sportolóinak. Most le lehet fáradni a színpadról, mert a GEAC vívó szakosztályának sportolóját fogom szólítani, de mivel ő Európa-bajnokságra készül, helyette csapattársa fogja átvenni a díjat. Bancsics Mátéról van szó, és helyette Matuz Márk fogja átvenni a díjat. Tehát kérem, hogy Matuz Márk fáradjon ki, és vegye át Bancsics Máté helyett a GEAC vívó szakosztályának sportolója díját. Következnek a gödöllői Tékvandó Sport Egyesület sportolói. Bali Szonya. Bali Zsófia.
Dányi Gergő. Faragó Levente. Faragó Zétény. Gróbb László. Horváth Tamás. Izsó Zalán. Kis Levente. Ami Kis Levente kiér, addig Kertész Violát is kihívom. Kőműves János. Lukács Gergő. Obráz Milán. Oszterling Ádám. Pap Éva. Sótér Vivien. Tóbiás Boglárka. Tóth Ábel. Tóth Bertalan. És végül Urbán Dániel. Színpadon a Gödöllői Tékvandó Sportegyesület sportolói. Szeretettel gratulálunk, kérünk benneteket, hogy fáradjatok le a színpadról. Mert most egy fiatal kis hölgyet fogok kiszólítani, Seregi Dominikát, aki a Vuelta Sportegyesület sportolója. Gratulálunk Dominikának, és következnek a Gödöllői Kontakt ITF sportolói. Benedek Dániel, Tibor. Tóth Ágnes. És Szabó Rihárd Dávid. Gratulálunk a Gödöllői Kontakt ITF sportolóinak. Köszönjük szépen. Két fiatalembert fogok kiszólítani, akik a Fujinaga Karate-do sportolói, Kasper András és Szabó Norbert. Egyébként lassan úgy érzem magam, mintha félmaratoninál tartanék, de kitartás, ilyenkor szokta mondani nekem mindig Csosza bácsi, Kirhofer József, hogy kitartás, ha meg nem tartasz ki, akkor állj ki, és gratulálunk a két fiatalembernek.
fáradjatok le a színpadról. A következőkben díjazzuk 16 év alatti Gödöllői országos bajnokságot nyert csapatokat. Felkérem Pecze Dániel alpolgármester urat, adját a díjakat. Kérem, hogy csapatonként csak egy fő képviselő jöjjön ki, és ő vegye át a díjat. A GEAC atlétikai csapatai. GEAC atlétika serdülő Gerely csapat. Tagjai Prima Balázs, Kerekes Marcell és Stregály Koppány. Lehet, hogy rosszul mondtam. Stregály? Ezt nem én írtam el, bocsánat, de megmutatom. Stregály Koppány. Nem ismerem már a fiatal sportolókat elég jól, már kinőttem, de tényleg így van írva, meg is mutatom. Nehogy én kapjak a fejemre egy fejmosást. Jól van, most akkor átpasszoltam a fekete pontot. GEAC Atlétika mezei futócsapat. Tagjai Fekete Ábel, Pápai Benedek, Skribek Mátyás. A Grassalkovics Ese csapatai. Grassalkovics Ese leány, gyermek, hármas kategória tagjai. Darabon Janet, Köhler Kitti, Szabó Csilla. Ez is el van írva Köhler Kittinek, de még jó, hogy ismerem a kislányt. Köhler Kitti, jól mondom? Tanár úr, köszönöm szépen. Piros pont, repül! Lehet, hogy most konferálok utoljára sportdíját adom. Csak azért oldom a feszültséget, mert egyébként azt tudni kell, gratulálunk kislányok, nagyon ügyesek vagytok. Higgyék el, az is egy komoly feladat, ha az embernek nem 42 kilométert kell lefutnia, hanem mondjuk másfél órát állnia, komolyan mondom. És a sporthoz nagyon sok erő és kitartás kell. Ezt is tudják biztosan a Grassalkovics Ese leány serdülő hármas kategória tagjai, akik Alton, Sophie, Pap Csenge és Pap Kinga. Következnek a GEAC vívó szakosztály csapatai, a serdülő kart csapat tagjai Holló Áron, Matúz Márk, Morvai Ákos és Lebek Marcell. Az újonc kartcsapat tagjai Csordás Lilla, Albert Janka, Maul Zsófia és Ernhoffer Orsolya. Következik az Erkel Ferenc általános iskola csapata. Az Erkel Ferenc általános iskola strandröplabda 4-es korcsoportja tagjai Hemmert Kira, Mester Adél, Botlik Renáta, Tompa Brigitta és Juhász Boglárka. A Református Líceum csapata. A Református Líceum strandröplabda 6-os korcsoportja tagjai Cene Adrián, Maurer Katalin, Strejtman Vera és Petrovics Nikolett. Következik a Gödöllői Sportklub. A Gödöllői Sportklub U15-ös futsal csapata, edzős Meló Dávid, tagok Balog Róbert, Blaumbacher Pál, Dékán József, Fellegi Nándi, Józsa Tamás, Maurer Tibor, Mihalik Zsolt, Molnár Márton, Morvai László, Mundrusz Máté, Németh Máté, Petényi Krisztián, Szecsei Szilárd, Tóth Márkó, Varsányi Áron és Varsányi Botond.
A Gödöllői Sportklub U16-os labdarúgó csapata edző Tóth László, tagjai Bihari Gábor, Dobi Gergely, Greskó Gábor, Győri Gergely, Hegyi Balázs, Husz Attila, Kis Gábor, Kovács Dániel, Nagy Barnabás, Pali Dávid, Szabó Bence, Szabó Tibor, Tóth Velez Valentin, Varga Tamás, Varsányi Áron, Vizi Rihárd és Zubik Attila. Most a jövő reménységei díjátadás következik. Ebben a kategóriában azokat a 14 év alatti tehetséges fiatalokat kívánjuk díjazni, akik eddigi pályafutásuk során felhívták magukra a figyelmet, és akiktől a jövőben még jobb eredményeket várhatunk. Kérem, hogy a kitüntetett sportolók szólításuk sorrendjében fáradjanak ki, és vegyék át a díjat. Felkérem Tóth Tibor alpolgármester urat a díjak átadására. Te is sportoló vagy? Sportoltál valamikor? Nos, az utolsó lista következik, hölgyeim és uraim. Dányi Máté, Gödöllői Tékvandó Sportegyesület. Juhász Emma, Vuelta Sportegyesület. Meszlényi Kíra, Gödöllői Kontakt, ITF Tékvandó Sportegyesület. Hemmert Kíra, Teva Gödöllői Röplabdaklub. Zászkalicki Piroska, Geac vívó szakosztály. Hans Lilla, Geac vívó szakosztály. Hamar Miklós, Geac atlétikai szakosztály. Kondrák Réka, Gödöllői Bocskai Sportegyesület. Körömi László, Gödöllői Bocskai Sportegyesület. Kottán Alexandra, Gödöllői Kosársuli Sportegyesület. Babó Vilmos, Gödöllői Sportklub, asztali tenisz szakosztály. Jaj, de aprócska. Annál több a remény. Lőrinc Márton, Gödöllői Sportklub, terepsport szakosztály. Csordás Barna, Gödöllői Sportklub, labdarúgás szakosztály. Kovács Patrícia, Pelikán Horgász Egyesület. És végül Törőcsik József, Gödöllői Sakbarátok köre. A jövő reménységeinek szeretettel gratulálunk, és kérem őket, hogy fáradjanak le a színpadról.
egy kis kiegészítés. Elnézést, nem kívánok szerepelni, de egy olyan kedves sztori jött közbe. A sprinter lányuk itt van, Kaptur Évi, aki 100-on, 200-on utcahosszal magyar bajnok, linci versenyen, ahol körülbelül 80-an, 75-en indultak, aztán Bécsben is második volt, tehát kezd egész jó Európa szintű sprinter lenni, és Krisztina éppen nála sütött el, hogy hogy lehet ilyen nehézkésen kijönni onnan hátulról, úgyhogy elnézést kérek, hogy nekem ez úgy tetszett, mert én láttam őt már gyorsabban is közlekedni. És bocsánat a közbeszólásért. Én pedig ma megnyertem az álló és beszélő bajnokságot. Minden, azt hittem, engem is megtapsolnak, de nem. Hát köszönöm szépen. Nagyon fontos, a sportoló tényleg nagyon sokat koncentrál, nagyon sokat edz, nagyon fontos a lazítás. Mindenkinek kívánom, hogy a sok-sok feszültség közepette, amit a verseny közben éreztek, azt utána lazítsátok le, ez nagyon lényeges. A díjátadó ünnepség hivatalos programja ezzel véget ért. Kérjük a díjazottakat, hogy a Talamba ütőegyüttes Gödöllő Seregély üldözés című záróműsora után fáradjanak át tiszteletükre rendezett állófogadásra. Tehát a Seregély üldözés után senki ne meneküljön el, hanem maradjon itt, és érezze jól magát, beszélgessenek, és mindenkinek további szép estét kívánok. Köszönöm.